Kurt és Tammy Bennett szűkös anyagi körülmények között élt Missouriban. Elővettük a félrerakott apró pénzt, és azt mondtuk, na, itt van $5 apró, ebből vehetünk pár liter tejet és egy kenyeret. Tammy súlyos vese elégtelenségben szenvedett 17 éves kora óta, a hetenkénti kezelés pedig nagyon leterhelte a családi költségvetést. Sokszor ebédre is csak a reggelről megmaradt mogyoróvajas palacsintát ették. Fogalmam sem volt, hogyan fogjuk kifizetni azt a sok számlát. Tudja, Tammy gyógyszerei, amiket be kellett vennie, rengeteg pénzbe kerültek. Az orvosok éveken át hiába keresték a megfelelő donort. Tammy már nem tudott munkát vállalni. Kurt élelmiszer kihordóként dolgozott, az alacsony bevétel pedig még a legalapvetőbb dolgokat sem fedezte. Csupa stressz volt az élet. Nem tudtuk, hogy holnap mi lesz. 2005-ben Tammy egyszer látott a CBN adománygyűjtő műsorában egy nyúlszájjal született kisgyereket. Ez a műtét nem valami nagy dolog nálunk, de külföldön képes az emberek egész életét megváltoztatni. Ez nagyon megérintett. Ekkor határozta el Tammy, hogy támogatni fogja a 700-as. Fizettünk tizedet a gyülekezetünkben, de úgy éreztem, hogy adjunk többet ennél. Bennették imádkoztak a pénzügyi helyzetükért, és a gazdasági nehézségek ellenére 2007-ben még tovább növelték a CBN-nek felajánlott adományaik összegét. Kurt egy hónapon belül egy sokkal jobban fizető, szintén az élelmiszeriparban. Ez nagy változást hozott. Volt már reményünk. A házaspár egy év múlva további hitbeli lépésre szánta el magát, és még tovább emelték az adományok összegét. Ebben az évben Kurt egy még jobban fizető állást kapott, és több pénzt vitt haza, mint a házasságuk első 10 évében. Isten mindennel ellátott bennünket, amióta elkezdtünk adakozni. Egyre többet és többet kaptunk tőle. Megváltozott az életünk. Tammy végül átesett a műtéten, a tökéletes donor maga a férje volt. Tammy már egészséges. Új embernek érzem magam, mintha Isten teljesen kicserélt volna. Mintha kiszakított volna a rossz életből, és egy fantasztikusan áldott életbe helyezett volna. Nagyobb összeggel támogatják a CBN-t, Tammy pedig nővérként dolgozik, imádja a munkáját. Rég elmúltak már azok a napok, mikor apró pénzből tudtak csak tejet vásárolni. Izgalmas dolog visszagondolni és elmesélni az embereknek, mennyire megváltozott az életünk. Isten csodálatos. Mi csak adakoztunk, amint azt ő kéri, és olyan áldást kaptunk, ami felülmúlta a képzeletünket.